Ma a délután egy ö, csodálatos eszét, inkább novellát volt módom olvasni az Imaginative Conservative-ban, amelynek a, a, tegnapi számába került fel ez az írás. Szerzője Joseph Mussomeli, róla is majd egy kicsit fogok nektek beszélni, de először arról szeretnék beszélni, hogy, a, hogy mi is ennek a témája ennek a novellának. Ugye a, a, az a címe, hogy a Day of Private Infamy, an Alzheimer Odyssey Postscript. Na most ugye ez lefordítva, ez valami olyasmit jelent, hogy a, a, személyes becsületvesztés napja egy Alzheimer odüsszeljának az utóiratai. Ugye miről is van szó? Arról van szó, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon régóta, majd egy évtizede ápolja a feleségét, és hát augusztus 1 döntött úgy, hogy egy nagyon jó nagyon szakmailag, nagyon jó emberek nagyon jó intézetbe rakja, mert már nem tudja ő személyesen ápolni. Ez a Joseph Adamo Mussomeli, ez egy elég ismert ember Amerikában, ugye ő... ő 52-es születésű, és több országban is, például Szlovéniában, meg Kambodzsában volt nagykövet, amerikai nagykövet, tehát tulajdonképpen egy egy diplomata, és a felesége pedig ugye hivatásos katona volt, és nyugdíjazása után kezdődtek neki ezek a, ezek a súlyos tünetek. Na most ö, oda jutottak már ö, idén nyáron hogy Sharon, a felesége gyakorlatilag dürohamokat kapott rendszeresen, sírásrohamok fogták el, nem nagyon tudta, hogy hol van, őt már alig ismerte föl, és hát ugye több hirdetést is feladott mindenféle internetes oldalakon, hogy jó pénzért ugye gondozókat keres, de nem nagyon akadt jelentkező. Ugye Amerikában ez egy óriási, nagy és széles piac, és, és aki ehhez a területhez ért, az azonnal talál magának munkát, tehát nincsenek nagyon üres kezek, meg üres emberek ebben a tekintetben. Magyarországon is egyébként nagyjából hasonló a helyzet, és a Mussomeli elé végig megírja annak a napnak a történetét, amikor úgymond elbúcsúzott a, a feleségétől. Persze ez a búcsú, ez nem azt jelenti, hogy hogy nem látogatja minden nap, sőt, minden nap látogatja, nagyokat sétálnak az erdőben, órákig beszélgetnek, és amikor felismeri őt, akkor nagyon boldog a, a férj, hogy, hogy felismerte őt még a felesége. Nagyon súlyos a harmadik, negyedik fázis ö, ö, környékén van az Alzheimerben az asszony. Ez a történet ö, hiperrealisztikusan, nagyon pontosan mondja el, hogy micsoda tragédiát jelentett ez a családnak, a három gyereknek, ö, neki, mennyire nehéz volt ezt a döntést meghozni. És én azért beszélek erről nektek, mert, ö, mert ilyen döntés elé ö, sajnos nagyon sokan az életükben kerülhetnek. Nem feltétlenül azokra gondolok, akik ebben a betegségben benne vannak, mert amikor már róluk döntenek, akkor ők már nem nagyon tudnak magukról dönteni, hanem azokról a hozzátartozókról, akik végül a döntést meghozzák. Hiszen meddig tart az embernek a türelme, meddig tart a kitartása, meddig tart a szeretete, tehetjük fel a kérdést. Nyilvánvalóan egyrészt erre a válasz az, hogy végtelen, és a muszom el is azzal zárja az írását, hogy tulajdonképpen ő minden nap szídja magát, és minden nap azt mondja, hogy Úristen mit tett, és legszívesebben önző módon Hozná, de közben pontosan tudja, hogy a feleségének jobb ott az orvosok, ott az ápolók és ott az emberek között, akik között van egy-kettő, akit egyébként régről ismer, tehát, tehát, alapvetően, alapvetően ezt a folyamatot mutatja meg. Na most a, a muszomeli írása azért a is elgondolkodtat, hogy, hogy értsünk meg valamit. Értsünk meg valamit. Hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor egyrészt tehát végtelen a szeretetünk és a türelmünk, ez egy teljesen Természetes dolog, és az utolsó pillanatig nem engedjük el a másik ember kezét. Másrészt viszont eljön az a pillanat, szakmailag az a pillanat, amikor az orvosok mondják azt, hogy valakinek már lehet, hogy jobb azon a helyen, ahol ellátást kap, lehet, hogy jobb azon a helyen, ahol a, az egy ember helyett, aki, aki halálosan fáradt az ápolásban, esetleg szakemberek ápolnak, és le tudják egymást váltani. Úgyhogy ez a történet, ez egy szívbe történet, másfelől viszont a felelős, talán kimondhatom, keresztény ember története is, aki azt mondja, hogy egészen addig nem engedem el a kezedet, amíg egy esély van arra, hogy velem jobban, jobban és nyugodtabban és boldogabban élsz, és abban a pillanatban kell meghoznom a felelős döntésemet, amikor érzem, hogy én már kevés vagyok. Tehát az az a pillanat, az elengedés pillanata, amikor én azt érzem, hogy kevés vagyok. Erről szól ez a történet, és, és hát azért mondom el, még egyszer hangsúlyozom nektek ebben az Imaginative conservative megjelent novellát, röviden összefoglalva, mert sokszor juthatunk az életünkben ilyen helyzetbe, akár egy ápolt fogyatékos hozzátartozónkkal, akár pedig egy, egy demenssel. És akkor nagyon felelősen, nagyon okosan a szakértők, bevonásával együtt kell meghoznunk a döntésünket. No hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, ha tetszett, vagy nem is tudom, hogy tetszett, inkább azt mondom, hogy ha érzed ennek a problémának a súlyát, akkor nyomj egy lájkot, ha, ha még inkább úgy érzed, hogy az én munkámat tudod segíteni, akkor iratkozz fel a csatornámra, támogasd a munkámat a videók alatt lévő számra számolva, vagy csak nyomj meg a köszönöm gombot, ennek is nagyon örülök, lehet a csatornámnak a tagja is. Az Isten áldjon mindenkit, és vigyázzatok magatokra!